Kovács János vagyok, karmester, az Állami Operaház tagja, most már idestova 36 éve, nem 38, nem tudok számolni sem. És operaházi tevékenységem, amely tulajdonképpen kitölti az életemet, emellett lehetősége nyílik igen gyakran szimfonikus zenekarok dirigálására is. Pedagógus szülők gyermeke vagyok, édesanyám óvónő, édesapám pedig egy olyan közkedvelt gimnáziumi tanár volt, akiről rajongó növendékei összeállítottak halála után egy könyvet közvetítő címmel. Magyar latin tanított, tehát abszolút humán beállítottságú volt, és egyfajta sznob zenerajongó. Ezt nem pejoratíve mondom, mert ő terelgetett úgy, hogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ha azt mondom, hogy Schubert a kedvenc zeneszerzőm, azt édesapámnak köszönhetem, mert az ő ízlése átplántálódott belém. Általános iskoláimat az Apáczai Csere Jánosban végeztem, és akkor még nem volt egyértelmű, hogy zenei pályán folytatom-e. Közben zongorázni tanultam, így zeneelméletet tanultam, és aztán a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába kerültem, ahol Szerényi István zeneszerzőnél tanultam egy évig, később szegény meghalt. Tehát kötelező zeneszerzést tanultam és zongorázni. 68-ban korkedvezménnyel felvettek a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára. Kolódi András volt szeretett tanárom, aki megkönnyörült rajtam, mert akkoriban még 5 évenként volt csak fölvételi karmesterképzőre, így Medveszki Ádám kollégámmal együtt és Kovács Zoltán Hedek Váradi Katalinnal együtt így lettem 17 évesen tagja az akadémiának. 5 évet eltöltöttem mindenféle tanulmányokkal. Azt kell mondjam, hogy a legnagyobb hatás Simon Albert tette rám, aki egy legendás személyiség volt, és anélkül, hogy részleteznék, azt tudom mondani, hogy ami jót tudok, azt nagy részben tőle tudom. Amikor befejeztem az akadémiát, akkor két ajánlatot kaptam, az egyiket Simon Alberttől, aki lehetőséget adott volna arra, hogy mellette asszisztensként dolgozzak és zenekari órákat tartsak. A másikat pedig szeretett tanárom Kolódi András, aki egyszerűen fülemnél fogva azt mondta, hogy egy évet el kell töltenem az Állami Operaházban, mint korrepetitor, és ha egy év után úgy érzem, hogy nincs ott a helyem, akkor le is út, fel is út. Ez 73-ban történt, ott ragadtam, és azóta is az Operaház lapja vagyok. Operaházi éveim nagyon egészségesen indultak, korrepetitorként, azaz betanító zongoristaként működtem. Ezt egyébként kötelezővé tenném minden működő operaházban, mert kezdő karmesternek ezt meg kell ízlelnie, tehát az énekessel való közvetlen együttműködést, a darab megtanulását így lehetlen legjobban elsajátítani. A korrepetitor az részint együtt gyakorol a szólistákkal, részint az úgynevezett rendelkező próbákon játssza a darabot. Ez a legbiztosabb módja, hogy az ember közel kerüljön a műfajhoz, és ez megadatott nekem, annyira nagyon-nagyon élveztem, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy ezzel én megbékélek, és nem is kell nekem dirigálni. Volt benne egy adag álszerénység. És három év után majdnem, hogy erőszaka taszigáltak be az árokba, szeretett tanárom és az akkor igazgató Lukács Miklós, az első feladatom a Varázsfóvola volt, ahol ráadásul összetalálkoztam életem párjával, Sudik Máriával, ő lett a paménám. Az előadásnak főszereplője volt a nemrég elhagyott Polgár László is, aki akkor énekelt először Szalasztrót. A korrepetitori tevékenységem nem maradt abba, tehát folyamatosan kaptam az újabb karmesteri feladatokat. Minden esetre például egy olyan szerencsés véletlen is tovább lendített a pályán, hogy akkoriban játszottuk a Ringet, Wagner tetralógiáját, és én nagyon nagy mozgalommal megtanultam zongorázni.
És egy alkalommal Teo Ádám, nevezetes bassbariton volt vendégünk, voltál szerepében, és a rendelkező próbákon én zongoráztam, ahol annyira megtetszett a játékom, hogy végül is ő közvetített ki, és így kerültem ki. 78-79-80-ban nyaralta zenei asszisztens voltam Bajrajtban. Az ottani ring előadásokban kellett dolgoznom, csak rendelkező próbákon zongoráztam, illetőleg szimpatizene. A legnagyobb élményt számomra Patrice Cheró rendezői munkája jelentette, ugyanis számomra a rendezői munka, hát ez egy más foglalkozás, nem nagyon értek hozzá, de az lenyűgöző volt. És a Bulez vezényelt, nagyon nagy élményekkel gazdagodtam, mert minden esetre a Wagner darabokhoz nagyon közel kerültem. Aztán tulajdonképpen szerencsém volt, mert akkoriban az Állami Operaház még mind a két színházban működött. Ez alkalmanként olyat eleményezett, hogy évente 500-550 előadás volt, tehát jutott is, maradt is, és a magamfajta kezdő fiatalember átlagon felül lehetőséghez jutott, és így tulajdonképpen folyamatosan tudtam fejlődni a szakmában. És minden igazgatón segített abban az időben. Aztán Petrovics Emil, amikor ő lett az igazgató, tanárom Korodi András halála után kinevezett engem első karmesternek. Láttam, hogy buzgó vagyok, ifjúi hévfűt, úgyhogy ilyen módon pozícióhoz jutottam, ami két szempontból érdekes, mert természetesen még több lehetőségem nyílt dirigálni, ugyanakkor megszakoltam azt a csúf dolgot is, hogy egy pozícióval járó összes kényelmetlenség, de főként az, hogy hatalom és ennek az olyan belejárói, amiket az ember a pokol fenekére kíván. Most igazából azt tudom mondani, hogy első karmesterként aztán volt interregnum, aztán megint első karmester lettem, de azt kell mondjam, hogy megtapasztaltam, hogy milyen az vezetői pozícióban lenni, nem tartozik életem szép fejezetei közé, és azóta is hajtogatom, hogy nem vagyok vezetői alkat, de főként azt az elég negatív tapasztalatot kellett megszereznem, hogy az emberek többsége, ha hatalmat kap a kezébe, akkor torzul a személyisége, és rossz irányt tud venni. Az operai dirigálásaim közben lehetőséget kaptam más vezető nagyzenekarainknál is a bemutatkozásra. Elég fiatalon az Állami Hangverseny zenekar közelébe kerültem. Ferencsik János, aki ugye egy legenda, nagyon szívesen látott növendégeket a próbáin, és én rengeteget profitáltam az ő próbának a látogatásából, és aztán hozzájárult, hogy meghívtak ahhoz a zenekarhoz is vezényelni, aztán a rádiózenekarhoz is kaptam lehetőséget. Szép lassan valamennyi fővárosi zenekarnak vendége lettem, és ez azért fontos, mert azóta is az a fixa ideám, hogy az emberek nem szabad belemerevedni sem mondjuk egy zenetörténeti korszakba, de sem egy műfajba. Tehát azt is rossznak tartom, hogyha valaki csak operával foglalkozik, vagy a másikat, hogyha csak szimfonikus zenével foglalkozik. A kettő közti átjárást nagyon hamar megtaláltam. Az alap ide az volt, hogy Mozart, aki annak idején csak operaírás révén érvényesületett, mert akkoriban az volt a befutás legkönnyebb módozata. Tulajdonképpen az operáival alkotott idézőjelben a legnagyobbat, ezt azért mondom idézőjelben, mert az összes többi műve a legnagyobb. De a lényeg az, hogy miután az opera ösztökélte őt leginkább, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nincs olyan karmester, nincs olyan hegedűs vagy zongorista, aki ne ismeri a Mozart operákat, akkor hitelesen tudná játszani Mozart zongora verseit, hegedű verseit, szimfóniai dirigális, stb. Ilyen módon így paralel próbálkoztam szimfonikus és opera dirigálással, és közben teljesen véletlenszerűen adott néhány külföldi lehetőség is. Azért mondom véletlenszerűen, mert magam sosem kerestem a külföldi karriert, valószínűleg nem is vagyok rá alkalmas. De a néhány lehetőségem mindig tartós kapcsolatot eredményezett, így
elég fiatalon kapcsolatba kerültem Ivo Petriccsel, aki a szlovén filharmonikusok vezetője volt. Ez egy hosszabb, 11-néhány éves kapcsolatot eredményezett, amelynek során a szlovén filharmonikusokkal még lemez is készült. És a másik hasonló hosszabb lejáratú kapcsolatom az a tokiói filharmonikusokkal volt, akikhez Sas Szilvia vitt magával, aki egy Wagner estét énekelt akkor, illetőleg Kovács Kolossal együtt egy opera gálát, és erre engem hívott meg, mert jól dolgoztunk régebben, és kedveltük egymást. Lényeg az, hogy bemutatkozásom a tokiói filharmonikusokkal jól sikerült, és ezután szintén 11-néhány évig rendszeres vendégük voltam, úgyhogy még első vendégkarmesterüknek is kineveztek. Ezek mind nagyon jó kapcsolatok voltak, mert zene alapján kifejlődött szimpátiára épültek, és nagyon sokat tanultam belőlük. És ezen közben idehaza az operában egyre több feladatot kaptam. A végén még a karmestereknek járó legnagyobb lehetőség az is megadatott, hogy a tetralógiát, Wagner ringjét idehaza is dirigálhattam. Jó néhány éve keresztül én voltam az előadás gazdia, és közben, hogy az előbbit gondolatot idézem, zenei mindenevővé válhattam az operában, gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés közismert operaszerző maradt ki életemből, és hát ennél nagyobb adomány azt hiszem senki nem lehet. Azt hiszem, az elismertséggel kapcsolatban azért beszélek könnyen, mert átlagon felül több elismerésben volt részem. Ne tűnjön álszerénységnek, ha azt mondom, hogy valószínűleg többen, mint amennyit úgy érzem, hogy megérdemelnék. Ezzel kapcsolatban felállítottam egy teóriát, hogy állami kitüntetésben 95%-ban azok részesülnek, akik nagyon sokat megtesznek ennek érdekében, könyökkel, nem dolgozom tovább, hogy még mivel. Olyan 4% van, akiknek pártfogójuk van a pályájukon, magamat ide sorolom, és van 1%, amelyik olyan zseniális, hogy az elkerülhetetlen, hogy megkapjon valamit. Hozzáteszem, hogy sokkal több zseniális van, aki nem kapja meg. Tehát ennyit a díjakról. Nekem az, hogy még mindig vagyok, és hogy még mindig a pályán tudok lenni, ez annak köszönhető, hogy általában véve az együtt dolgozó zenekarokkal jó a kontaktusom. Hogy ez minek köszönhető, én avval tudom magyarázni, hogy részét pedagógus szüleimtől örököltem egyfajta olyan kötetlen viselkedésmódot, ami közelebb hoz minket egymással. Lukács Ervin szeretett, nemrégiben elmúlt kollégám, aki nem azt mondta, hogy magamra vessek, amiért nem tartom a 3 lépés távolságot velem dolgozó művészekkel, mert ennek köszönhető, hogy pedagógokáért fegyelmet nem nagyon tudok tartani. Ugyanakkor ennek a 3 lépés távolságnak az elhagyása olyan előnyökhöz juttatott, részét az imént elmondott közvetlen kapcsolat a művésztársaimmal, de ennek szakmai előnye is van, mert hozzám oda jönnek a művészek, jó is, kevésbé jó is, és elmondják a véleményüket, nem konkrétan arról, hogy én mit csinálok, hanem egy adott zenei helyről. És ez azoknak a karmestereknek nem adatik meg, akik tartják a 3 lépés távolságot. Hát nagyon-nagyon sok apró konkrét dolgokban tudtam így jó útra találni, hogy egy nagyon kézzelfogható példát mondjak. Rózsa Lovag Strauss operája egy nagyon heves gesztussal kezdődik, 4 kürt ugyanazt játsza. És oda jött hozzám Zebrini Tamás, nagyon kedves kürtös kollégám, már jó néhány előadást eldirigáltam, és azt mondta, ide figyelj Janó, tedd meg, hogy tudom, hogy te hevesen akarod indítani, de olyan mozdulatot adjál, hogy ne rekedjen bennünk a levegő, hanem egy nyugodt, kényelmes, nagy levegővel tudjuk elfújni azt a heves frázist. Ilyen apróságra az ember önmagától nem biztos, hogy gondol, és
ilyenek, ilyen kis atomokból épül fel tulajdonképpen az embernek a használható tudománya. Hát azt tudom mondani, hogy azóta is, manapság is, hogyha ismeretlen zenekarral találkozom, akkor egy kicsit torkomban dobog a szívem, de általában egy negyed óra, 20 perc után leomlik a fal, és nagyon közvetlenül tudok velük dolgozni. Én ezt tartom szakmailag a legnagyobb elismertségnek. Egy pillanatra visszakanyarodnék a főiskolás éveimhez, ott eléggé elítélendő módon ragaszkodtam az úgynevezett szimfonikus irodalomhoz, de vagy inkább úgy mondanám, hogy az idézőben vett abszolút zenéhez. Tehát a minden, ami nem opera, az operát úgy éreztem, hogy az valami link dolog, ahol nem tanulják meg a darabokat, az énekesek össze-vissza énekelnek, a zenekar össze-vissza játszik, stb. Stb. Aztán később, ahogy tanárom bevezetett az operába, szép lassan átszoktam a helyes kerékvágányba. A lényeg az, hogy már első évben összeismerkedtem Sudlik Máriával, akkor még csak korrepetitor énekesi minőségben. Aztán végül is, azt hiszem, hogy 76-ban ő már elkapott a fülemnél fogva, egy 36 éves olyan együttélésben, na ez rossz fogalmazás volt, szóval 36 éve vagyunk együtt, ebből 5 év még házasságon kívül, 31 éve pedig házasságban, de ezt tulajdonképpen mellékesnek mondhatom ahhoz képest, hogy túl a két ember kapcsolatán tőle kaptam a legerősebb impulzust az opera, egyáltalán a színpad irányába. Ő egy egészen különleges művészrény, velei ösztönös és elképesztő adottságokkal. Hát most már nincs a pályán, mert mozgásszervű és egyéb okok miatt már nem űzheti a dolgot. Sajnos rossz fajta idézőjelben, akinek nem adatott meg más az opera éneklésen kívül. Tehát most nem tudja a szabad idejében matricaragasztása vagy kertészkedéssel vagy ilyesmivel húzni az időt. Minden esetre mellette testközelből megtanultam, hogy mi a színpad, még akkor is, hogyha ez nagyképű meghangzik, de ilyen ősbölények mellett tud az ember igazán kikupálódni, és ez kölcsönhatás volt természetesen, ő is nyilván köszönhetett nekem mindenféléket, például az, hogy megtanítottam neki szerepeket, tehát velem tanult be dolgokat, és hogy egyfajta biztonságot adtam neki a pályán az együttélésünkben, de az minden esetre pótolhatatlan, amit én tőle az opera műfaj kapcsán megtanultam, megéreztem, mert rajta kívül tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy Békés András rendező volt még rám ilyen hatással, akik, szóval ők ketten azok, akik, ha lehet így fogalmazni, segítettek átlépni ezt a határt, amitől az ember odáig csak a szakmát aprítja, és onnantól kezdve pedig van valami szakmú szerve, valami különleges érzék, amivel rá tud találni szerencsés esetben jó megoldásokra. Most így utólag a legjobb példának azt tudnám elmesélni, hogy feleségemnek mit köszönhetek, hogy most, hogy elmúlt évben sztrókot kapott, és most már javul, otthon vagyunk, és ápolónők járnak hozzá, amikor én nem érek rá, elmegyek hazóra. Lényeg az, hogy egy nemrégi rádiózenekari koncerten egy kedves kolléginám, akinek a férje a TV-ben dolgozik, ajándékba elhozott egy felvétel 1980-ból, Baranyi Ferenc sorozatából, slágerről slágerre, ahol a kedves felesége az én zongora kíséretemmel Görsőnek a Szamertán című rögzöldjét adta elő, és én ugye emlékeztem, mert most már 31 éve, hogy ez történt, emlékeztem rá, hogy ő egy nagyon nagy tehetségű művésznő volt, és hogy milyen elképesztő közvetítői adottságai vannak. Minden esetre, amikor megnéztük ezt a 2-3 perces számot, nővérkékkel együtt, csak pisilogtak, de én köpni nyelni nem tudtam, ugyanis hiába volt bennem, hogy ez egy nagyon nagy tehetségű ösztönös művész, amivel szembesültem az, hogy ott van valaki, aki minden hazugság nélkül
elképesztő módon úgy közvetíti a legegyszerűbbet, de a legerősebben, hogy az ember nem talál rá szavakat, nem lehet megfogalmazni. Ez tényleg adottság, ezt tanulni nem lehet. És ez az a bizonyos mesdje, aminek mentén az ember legalább fogalmat nyerhet arról, hogy hol történnek jó produkciók, hogy mi az a megfogalmazhatatlan, amitől jó lehet valami. Ide kell még gyorsan egy apróságot betűznem, amit nagyon fontosan tartok. A zenei példaképem Sviatoslav Richter zongoraművész, aki fiatal korában egyszer eltörte a kisujját, és ezért kétszerűen nem el kell, vissza kellett vonulni a zongorázástól. Akkoriban komponálta Prokofjev cellulai zenekara írott művét, Prokofjev fölkérte Richtert, hogy dirigáljon. A dolog összejött, Richter azt mesélte, hogy nem emlékszik, hogy mi volt előtte, mi volt utána. Nem, hogy arra emlékszik, hogy előtte mi volt utána, mi volt, közben nem, de jól sikerülhetett, mert Prokofjev sugárzó arccal között, hogy végre megtaláltam darabjaim karmesterét. Kérdése, hogy és hogy folytatódott a karmesteri pálya, azt mondta, soha többet nem dirigáltam, és miért. Részint nehezményezte, hogy egy karmesternek direktívákban kell beszélgetni a művészekkel, de a legfontosabbnak azt tartotta, hogy a karmesternek elemeznie kell a darabot, és az elemzés az előadó művészet halála. Ez a mondás, ez szíven ütött akkor is, amikor először hallottam, de most visszatérve a feleségemmel való kapcsolatunkra, megértettem akkor, hogy mit értett ez alatt Richter. Tehát a legnagyobb előadó művészek, azok valamit hordoznak magukban, amiről nem is tehetnek, és hogyha szerencse folytán olyan közegbe jutnak, hogy ez kitörhet belőlük, akkor ebben van. Ezt tudatosan elsajátítani, megtanulni, vagy valahogy kicsiholni nem lehet. Valakiben vagy benne van ez a bizonyos, és mondom, szerencse folytán rátalál, vagy nem jut közelébe.